A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara és Szabolcs megye együttműködési megállapodását írták alá a megyeházán. Jelenleg is több olasz befektető van a megyében, leginkább a könnyűiparban, közölte Sesták Oszkár a megyei közgyűlés elnöke. Hozzátette, a kamara elnökével a napokban volt egy komoly megbeszélése, ennek eredménye a csütörtöki megállapodás. A leginkább körvonalazódott elképzelés a megyei szakképzésben, képzésbe, programokban történő bekapcsolódás az Erasmus Plus programok révén. Ez gyakorlatilag vendéglátós szakemberek, szakmunkások képzését, továbbképzését jelenti olaszországi gyakorlóhelyeken. Ennek eddig még csak Budapesten vannak előképei, tette hozzá Sesták Oszkár, azonban a megyében működő olasz éttermek vagy a most épülő szállodák munkahelyet is biztosítanának a külföldi gyakorlattal rendelkező szakképzett munkaerőnek. A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara elnöke a sajtótájékoztatón kiemelte, a két ország közötti gazdasági helyzet egyre erősebb, az import-export kapcsolatok nagy mértékben fejlődnek. Állítása szerint már több olyan céggel is beszélt, amely szívesen működne a megyénkben is. A mostani fejlesztés mindkét fél számára előnyös. A két országban más-más munkafolyamatok és innovációk működnek. A jó gyakorlatok cseréje az olasz és a magyar gazdaság fejlődését is segítik majd a jövőben. Az együttműködési megállapodásnak köszönhetően az úgynevezett Marco Polo olasz idegenforgalmi konzorcium is a megye segítségére lehet. A nemzetközi közösség elősegíti a kapcsolatot az európai partnerek között, például a munkaerőcsere, a kutatás, fejlesztés és a közös képzések tekintetében, hangzott el a megyeházán.